Két önkormányzati kertben is gőzerővel folyik a munka. Mi van az egyikben, és mi van a másikban? Hát itt jelen pillanatban, ahol állunk, itt uh, hagymát uh, termelünk. Hagymát termelünk. A másik részen, ez uh, kint van az udvarnoki út mellett, uh, ott uh, babot és a burgonya is ott van azon a részen. Hány ember vesz részt, és milyen foglalkoztatási típusban? Jelen pillanatban 24 ember van ebben a programban, különböző helyeken dolgoznak, most itt a, a hátunk mögött dolgoznak 10, 10 ember, aki jelen pillanatban is a növényeket ápolja, vagy növényt, hát éppen a hagymát. Mi lesz a hagymának, vagy éppen a krumplinak a sorsa? Megpróbáljuk értékesíteni mindenképpen. Már a Szengroti piacon megjelentünk, tehát ott áruljuk rendszeresen, meg próbálunk valami nagybani értékesítőt találni. A közmunka, mint foglalkoztatási típus alkalmas erre, hogy például egy önkormányzat mezőgazdasági tevékenységet is végezzen? Én szerintem maximálisan alkalmas. Itt nagyon jó a, a csapat, tehát nagyon jók a, a dolgozók, aki jelen pillanatban is teszik a dolgukat, tehát én szerintem alkalmasak. És milyen minőségű a termés, akkor beszéljünk erről is. A termés minősége, hát amint látszik itt a felvételeken, nagyon jó. Nagyon jó a minőség, az időjárás nekünk kedvezett, és úgy néz ki, hogy gazdag termésünk lesz.